isteni szerencsétek, haramiák, hogy nem vagyok szolgálatban! Sziasztok, Zaglóba vagyok, ez pedig itt nem más, mint az általam oly sokat, ha beharangozott, illetve hát korábbi oldalon, egy bizonyos korábbi oldalon is már elindított kampányom, úgymond, amire tényleg köszönöm szépen, hogy sokan jelezték, hogy csatlakoznának ehhez az oldalhoz. Hát sok embernek nem fogadtam el a csatlakozását, ez nem csak személyes, tulajdonképpen interneten keresztül személyes okokra nem is nagyon tudnám visszavezetni azt, hogy miért nem volt szükségem bizonyos embereknek a csatlakozására ehhez a projekthez, akiket úgy éreztem, hogy tényleg úgymond érdemben tudnak majd azért az oldalért tenni, ami tulajdonképpen nem is totál oldal, ugye ezt már mondtam. Egy kicsit átalakult maga az alapkoncepciónk, tulajdonképpen magát, ugye ezt az egészet én úgy képzeltem el már a korábbi oldalon is, ahol tevékenykedtünk Devon cimborámmal, hogy egy tulajdonképpen mindenféle háborús, meg ilyen epic, ilyen, de tényleg a masszív háborús hangulattal foglalkozó játékokat, módosításokat próbáljuk összefogni egy oldalon, és főleg a történelmi korokra megyünk rá. Bizonyos fantázia világokban játszódó játékokkal is fogunk foglalkozni, nem lesznek sűrűk, vagy nem lesz ilyen sűrűn, hogy ilyen játékokat fogtok látni. Ami a lényeg, hogy mégis maga az oldal, amit szeretnék nektek megmutatni, hogy képzeltem el ezt az oldalt, meg hogy most már hogy képzeljük. Tulajdonképpen van egy nem nyilvános munkacsoport, amiben egyelőre 4 vagyunk. Egy 5. ember tulajdonképpen eltűnt, ugye, de az a jó az egészben, hogy szerintem inkább nem is azért tűnt el, mert nem akar részt venni a munkátokban, hanem magánéleti dolgok miatt, ez az 5 ember közül mind az 5 dolgozunk, ha jól tudom, akkor az 5 közül pontosan az 5, akiről szó van, őnek így a családja is olyan szinten lefoglalja az idejét, hogy jelenleg nincs ideje most az oldallal foglalkozni, de jelezte a szándékát, hogy csatlakozik hozzánk majd idővel. Őt ugye az előző oldalra többen ismeritek meg egyébként. Mind az 5 jelen voltunk azon az oldalon, amiről én már nem fogok beszélni. Ugye egy korábbi videóban azt mondtam, hogy azzal az oldallal, hogy mindent el fogok követni, hogy azt az oldalt lejárassam, de hát saját magát lejáratja, úgyhogy nem kell nekem semmit csinálnom. Na mindegy, szóval ami a lényeg az, hogy elindultunk, és itt egy nagyjából egy alfa állapotot láttok. Ugye, mivel az a rövidítés, amit én akartam, az le van védve, ezért jelenleg ezt a domain-t választottuk, szóval hadiösvény.net-en éritek el egyelőre ezt az oldalt. Ne látogassátok naponta, nincsen olyan állapotban az oldal, hogy naponta látogassátok. Megmondom őszintén, ezt csak azért csinálom ezt a videót, hogy lássátok, hogy megy a fejlesztés. Maga az oldal az körülbelül úgy fog kinézni, hogy itt lesz egy nagy kép, vagy hát itt lesznek folyamatosan változó képek, remélhetőleg majd ezt így gyakrabban fogjuk változtatni, bár ugye dolgozunk egy olyan, tehát magán ezen a feliraton egy saját látványtervet képzeltünk el, egy saját logót az oldalnak. Aztán ugye itt látjátok, hogy például lesz egy tudástár, ami úgy fog funkcionálni, mint mondjuk Total War Center-re, a Total War Center fóruma, hogy lesznek ilyen almenük, vagy hát topikok, úgymond, szóval így elérhettek majd egy ilyen fórumszerűséget. Tulajdonképpen mindegy könyvtár szerkezet, képzeljétek el, ugye, hogy megértsétek informatikailag,
vagy informatikus nyelven úgymond. Tehát, hogy lesz egy főkönyvtár, abban alkönyvtárak, ugye ez így, vagy hogyha CNC-s nyelve, akkor főprogram, alprogram, ilyen makrók, olyan makrók, szóval minden lesz külön. Tehát így képzeljétek majd el ezt a tudástárat. Jelenleg a tesztje zajlik, itt három tesztet szúrtam be, én egymás után, hogy lássam, hogy hogy fog megjelenni. Valószínűleg itt a dátumot le fogjuk venni, majd az alá, itt ez még mind fejlesztés alatt van, itt láthatjátok, hogy lesznek hírek, akkor azt úgy éritek el, hogy rákattintatok a magára a hírnek a címére, és akkor ott megjelenik nektek a maga a teljes hírt, el tudjátok itt jobb oldalt olvasni, itt később majd lesznek képek is, jelenleg ez mind ezeknek a fejlesztése zajlik. Aztán a videók az a szokásos Total War Center-szerű megjelenésben lesznek. Regisztrálni nem kell az oldalra, a tudástárat azt mindenki szabadon el fogja érni, kommentálni nem lehet a tudástárba, ez direkt azért is van, mivel a kezdeti időkben minden segítséget privát supportban fogok valószínűleg csak én nyújtani első körben, ugyanis ketten fogunk komolyabban a játékkal foglalkozni, hát Devon cimborám az majd ősztől valószínűleg csak Total War játékokkal fog foglalkozni így, és azoknak a módjaival, így ő fog majd több Total War-os, remélhetőleg Total War-os tudástár anyagot prezentálni, illetve történelmi anyagokat. Aztán beszervezés alatt van egy történelem szakos hallgató, aki jelenleg szakdolgozatát írja. Szóval lesznek itt nagyon jó kvalitású, illetve nagyon jó hozzáállással rendelkező egyének ezen az oldalon. Ugye minden másról én fogok foglalkozni, tehát az kezdetben, hogyha valami gondotok lesz, de egyébként tényleg, hogyha majd így rákattintok egy videóra, akkor itt láthatjátok, hogy szabadon tudtok majd kommentelni. Szóval ide beírjátok a neveteket, hogy üzenet, hogy mi egy tárgyat írtok, hogy ha túl hosszú az üzenet, de viszont van egy meghatározott karakterszám, amit hogyha elértek, akkor ugye le van korlátozva, hogy ne legyenek túl hosszak kommentek. Tömören írjátok le, hogy mi a véleményetek, vagy hogy a segítségre van szükségetek, de azt most megmondom, hogy nem lesznek kommentbe válaszok, hanem bárki, aki segítséget fog kérni, annak úgy tervezem, hogy egy leveles ládát fogunk majd valahol az oldalra elhelyezni, és akkor tulajdonképpen arra kattintva az én e-mailemre tudtok küldeni egy úgymond segítségkérést, vagy levelet, hogy mi a problémátok. Akik mostanában, meg régebbről ismernek, azok úgyis tudják, hogy szinte minden privát megkeresésre válaszolok, és senkit nem hajtok el, hogyha az én általam megadott e-mail címre jön levél, senkit nem fogok elhajtani, hanem mindenkivel képességeihez mérten, nem mint hogyha én most ilyen hú de okos lennék, de akik ismernek meg, akik felvették már velem a kapcsolatot, azok tudják, hogy azért nem szoktam elhajtani senkit a vérbe. Van olyan, amikor igen, de az nem a privát e-mailemen zajlott, vagy zajlik, és ugye mivel nincsen más, most már csak privát e-mailem, meg levelező ládám, ezért szeretném ezen az oldalon is ezt megtenni. A tudástár, mondom, úgy fog funkcionálni, mint egy valódi tudástár. Kinyitod, keresel benne, ha nem találsz, akkor küldesz egy e-mailt. És oda is be tudod írni majd az e-mailben, hogy mit nem találtál, miért nem találtad. És hogyha az a probléma nem szerepel a tudástárba, akkor erre a hivatkozásra én be fogom tenni a tudástárba. Szóval magyarul egy hatalmas lexikonként fog funkcionálni, és minden játékhoz lesznek benne infók, modokhoz, linkek, minden. Nem kell linkeket kéregetni. Ha mégis kell linket kérni, akkor küldöd a privát levelet, és én kiteszem a linket. Elküldöm először persze neked privátba, vagy nektek privátba, és ugye mivel ez a link még nem szerepelt a tudástárba, így bekerül majd a tudástárba.
és így folyamatosan fejlődik, növekszik a tudástár, játékokra, modokra, mindenre visszavezethetőleg, logikusan, átláthatóan, és spam, előre láthatólag spamek nélkül. A videóhoz olyan kommentet írtok, amit akartok, tulajdonképpen trágár szavak le lesznek tiltva, de jó zaglobás káromkodások, meg jó zaglobás rejtett burkolt anyázások megengedettek lesznek, nem lesznek moderátorok, én speciál fix, hogy nem fogok moderálni. Még akkor sem, hogyha a videómnak a minőségét, az én szellemi állapotomat, vagy tegyük föl édesanyámat szapuljátok, mert azt mondjuk, ugye mivel trágár szavak le lesznek tiltva, ezért az abszolút nem is fog megjelenni. Szóval nem is fogja engedélyezni maga az oldal. Nem fogja, nem lesznek itt, ezt egyébként Hamza nagyon jól, ugye az oldal fejlesztője nagyon jól le is írja nektek. Na hát erre lehet számítani. A nyáron kevés videóm lesz, viszont megjön a, pont ma rendeltem meg a, vagy hát véglegesítettem a megrendelést a videókártyára, úgyhogy ez 2 héten belül megérkezik. Tulajdonképpen egy hangkártya is beérkezik, amit mondtam nem sokára. Aztán akkor jövő hónapban valószínűleg SSD, meg egy sima háttértár fejlesztés, és tulajdonképpen az én gépem készen van, meg még egy 24-szoros monitort majd valamikor érszem csak év végén. Úgyhogy egyelőre ennyi, srácok. Tényleg azért úgy 2 hetente, vagy 3 hetente nézzetek rá, hogy esetleg hogyan megy ez az oldal aztán, vagy hogy van-e fejlődés, hogyha ha van ötletetek, ha van konkrét kérdésetek, akkor megtaláltok ugye szokásos e-mail címemen, amit elértek a YouTube fiók névjegyében, az üzleti megkereséseknél. Nem azért van kín, hogy üzleti megkeresések, mert én ebből pénzt akarok csinálni, mert azt tudni kell, hogy ugye a úgynevezett Total War Centernek a magyar testvér oldala az arra büszke, hogy ők non-profit oldal. Hát a non-profit az tulajdonképpen mi leszünk, mert én a saját pénzemből, illetve a saját fizetésemből fogom fenntartani ezt és üzemeltetni ezt az oldalt, és nem fogok reklámokat kitenni, nem lesz kuncsorgás senkinek, hogy így támogass, úgy támogass, mert ez saját mi, akik vagyunk jelenleg ennek az oldalnak az üzemeltetői, illetve szerkesztői, illetve úgymond édesapjai, úgymond, mi ezt saját pénzből, saját időből fejlesztjük azért, hogy a hazai játékos társadalomnak javát szolgáljuk. Ennyi lenne végül is ez az egész. És tényleg nem. A másik oldalnak meg csak tapsolni tudok, gratulálok. Szóval saját, ugye nem lesz, nálam nem lesz olyan, hogy látogatottság számláló, amit ugye a gyönyörű régi oldalam, ugye mivel nem látogattam el szinte a kutya se az OMC-ken kívül az oldalt, ezért a gyönyörű látogatottság számláló le lett véve, hogy ugye ne lássák, hogy véletlenül valaki rákattint, akkor ne lássák, hogy milyen kevesen látogatják. Na ennyi lenne, srácok, köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!